Meghívást kaptunk a franciaországi Ski Ride Fesztiválra, ami Budapesttől több mint 1400 kilométerre van. Mivel nagyon-nagyon szeretem a téli sportokat, főleg a síelést, ezért egyértelmű volt, hogy elfogadom a meghívást. Egy 14 órás út várt ránk, szóval nagyon korán kellett kelni. Nagyon korán. Annyira korán van. Mivel 6 éves korom óta szinte minden évben síeltem vagy snowboardoztam, ezért rettentően vártam már ezt az utazást. Na, úton vagyunk, én fogok először vezetni, négyen fogunk egyébként menni, Henry, Ábel és Kristóf. Most először elmegyünk Ábelért, utána elmegyünk Kristófért. Magamat vegyem? Jó, itt vagyok. Most irány Kristóf. Megjött Kristóf is. Eddig nekem ez volt a legtöbb idő, amit egy autóban el kellett, hogy töltsek. Igyekeztem nagyjából lefoglalni magamat, tudtam videókat vágni. A Lenovo Magyarországtól kaptam egy laptopot is erre. Próbáltam elütni az időt, amennyire csak lehetett, de hát azért 14 óra, az mégiscsak 14 óra. Időközben ezeket a fényeket, amik itt láthattok, hogy villognak, ez azért van, mert bejöttünk egy 14 kilométeres alagútba, ami, hogyha minden igaz, Európa egyik leghosszabb alagútja. Amint kiértünk az alagútból, onnan már körülbelül csak fél óra és elérjük a szálláshelyünket. Na, megjöttünk a szállásra, megnézzük, hogy milyen szobákat kaptunk. A síelős reggeleket mindig lassan indíts. Próbáld meg tartalékolni az energiádat a nap további részére. Nos, a szobatúra az elmaradt, időközben másnap van, és amit látjátok, Harry nem olyan csipi a magasságot. Mondasz pár szót? Az esti szórakozási lehetőségek mellett nagyon nagy hangsúlyt fektetett ez a fesztivál maga a sportra. A hegy legmagasabb pontja 2250 méter volt, és több mint 90 kilométernyi pálya várt ránk. Ha végeztél a síeléssel vagy a snowboardozással, ne feledkezz meg a francia finomságokról se. Illetve lenne itt még valami. Bárhol is vagy, bármit is csinálsz, hogyha az időd engedi, akár még a hazaút előtt gyorsan, de látogass meg a fővárost. Még mielőtt hazaindulnánk, úgy döntöttünk, hogy beugrunk Párizsba, ez a város sem maradhat el. Most elmenjünk az Eiffel toronyhoz, utána pedig még megpróbálunk körbenézni ebben a városban, ami viszont nagyon érdekes. Idefele jövet azt olvastam, hogy nagyon ritka az, amikor Párizsban hó esik. Egyébként ott van fenn az Eiffel torony teteje, oda megyünk most. Amint tudjátok, minden óra egészkor elkezd világítani, és pont ebben a pillanatban kezdődött el.